Hát, szép, jó estét mindenkinek! Nem hittem volna, hogy ez este össze fog jönni, mert azért itt eléggé együtt kellett, hogy álljanak a csillagok. De azért bejött. És kicsit kapkodósan. Úgyhogy köszönöm szépen egyfelől, hogy a reggeli duzzogás alatt szóltatok, hogy lesz ez a közvetítés, mert teljesen elment volna mellettem. Zsillát, köszönöm szépen a 25 hónapot. Illetve próbáltam aránylag gyorsan valahogy úgy össze heads-up-olni magam, hogy mégis mi várható ebben az elkövetkező időben. Dominikus, örülök, hogy tetszik a függöny. A függöny, kérlek, teljesen, nem tudom, honnan van, kurva régóta megvan itt a háttérben, így hozzád az otthonos hangulathoz. Hamarosan, ha minden igaz, egész kor kezdetét veszi az Xbox Partner Preview programnak az ismertetője, aminek a keretén belül egy pár third party játék kerül leleplezésre. A Polygon információi szerint egészen konkrétan valamivel több mint egy tucat trailer és gameplay bejátszás várható leleplezései olyan játékoknak, mint a Kunitsugami Path of the Goddess, vagy a The First Berserker Kazan, és a Nexonnak valami Souls-like RPG-je a Dungeon Fighter Online. Ebből is azért úgy nagyjából le lehet venni, hogy a Capcom az Electronic Arts és a Nexon játékai között körül fog kulminálni a mostani adás. Egyébként örülök neki, hogy az Xboxhoz egy ilyen show-t nekünk, mert ugye le fog menni most a márciusi hajtás, és van ez a 2024 in Video Games, ha ezt beírjátok, akkor kidob egy Wikipedia oldalt, és ott egészen rendszerezve lehet látni, hogy milyen játékok fognak megjelenni a közeljövőben. És az az igazság, hogy hát lemegy a február, ami hajtós volt, lemegy a március, ami egy szó, de utána ilyen síri csönd és hullaszak, tehát két havonta fog jönni körülbelül egy erősebb cím, úgyhogy én nagyra tudnám értékelni, hogyha valamit villantanának a Micronál, ha nem is belső címeket, mert nyilván azt, hát most már lassan minek várni, de mondjuk third party léptékkel úgy tudnám értékelni, hogyha ha oda tennék magukat. Állítólag lesz magyar felirat a közvetítésen, nem tudom, megpróbálom majd elővarázsolni. Én mondom őszintén, ezek alatt nem szoktam magyar feliratot kapcsolgatni, úgyhogy on the fly próbálom majd megtalálni. Természetesen ilyenkor még, amikor még ez a passzív felület van, ilyenkor még nem lehet ezeket kapcsolgatni, de nem is baj, annyi gond legyen. A Kazán az hülye neve van nagyon, ez a Kazán, de én erre kíváncsi vagyok, mert az utolsó trailer, amit láttunk belőle, az jó volt, de én úgy gondolom, hogy, és Alcatraz köszi a 100 bitet, én úgy gondolom, hogy szerintem túl nagy elvárása senkinek se legyen. Egyfelől egyébként se legyen elvárása senkinek, mert annál kisebb a valószínűsége, hogy csalódni fogunk. Másfelől pedig az eddig beharangozottak alapján ez tényleg egy ilyen általános tájékoztató lesz, hogy körülbelül mi az, ami várható másoktól. Bízunk benne, hogy fel fog bukkanni valami, ami mondjuk érdeklődésre tart számot. Itt még csak nem is exkluzív játékokban gondolkodom, vagy nem is exkluzív játékokra számítok, mint mondjuk egy Sony esetében például egy Helldivers 2, vagy ilyesmi, hanem kifejezetten olyanokra, amik tényleg minden platformra meg fognak jelenni. Addig meg röviden elmondanám, hogy jelenleg dolgozom a Final Fantasy Rebirth-ön. Ma érkezett meg a Rise of the Ronin kód is, úgyhogy azzal is elkezdek lassan ügyködni. Kóp-ban, amennyire csak lehet. Szavarát kérdezi, a reflektor várható-e mostanában, elég régóta nem volt. Na, ahogy én tudom, a legjobban ő nagyon régen volt. Mindegy, Balázs a lelkemre kötötte, hogy ne mondjak időpontokat, úgyhogy most nem fogok időpontokat mondani, még márciusi távlatokban sem. Most szegény Balázs nagyon sok mindent vett a nyakába, annyi mindent, hogy én csodálom, hogy bírja. És még ennél is jobban remélem, hogy bírni fogja, mert nagyon-nagyon sok mindent csinál most így hirtelen. Ha a felét vállalta volna, tehát ha én a felét vállaltam volna, akkor amellett létezni se lenne energiám. A dupláját vállalta, és nem bírnám mellette a reflektort. Úgyhogy nem csodálom, hogy ő sem bírja. Úgyhogy egy kis türelmet kérek mindenkitől, de nincs elfelejtve a dolog. Jó, dolgozunk azon, hogy a refi minél gyorsabban visszatérjen. Aktívabban dolgozom azon, mint dolgoztam azon, hogy az Other Side visszatérjen. Ezen tényleg dolgozom, hogy ez rendben legyen. Ugye bízom benne, hogy az is lesz. De térjünk vissza a mostani adásra. Elvileg ez a mostani stream, ez egy korábbinak a folytatás, legalábbis amennyire nekem ez így kiderült a Polygon cikkéből,
hogy ez egy ilyen follow-upja az előzőnek, de igazából lehet, hogy csak ilyen spiritual successor jelleggel. Nem biztos, hogy ennek van tartalmi közös metszete az előző streammel. Minden esetre azt már tudni, hogy 10 perc van az indulás, pontosabban 8 perc, amennyire itt kiírják. 8 percen belül okosabbak leszünk, hogy körülbelül mi az, ami várható. Egyébként ebben a pillanatban 11 ezer néző van, aki kíváncsi az Xboxnak az adására online, az Xboxnak az anyacsatornáján. Ez nem olyan sok. Valószínűleg ez annak is betudható, hogy sajnos az Xbox konferenciák, bár egyébként szerintem egyre jobbak szoktak lenni, de sajnos azért úgy látszik a kiszivárgott hírekből, meg mindenből, hogy azért az Xbox mostanában nem annyira love brand, mint volt egyfelől. Másfelől ezek az előzetes megszellőztetések, hogy körülbelül mi várható, ez szerintem olyasmi, ami miatt az emberek nem izgulnak rá annyira egy ilyen műsorra. Egyébként én meg egy plusz harmadik faktorként el tudom képzelni, hogy a 30 perc a visszatartó erő, mert mondjuk 30 percre én időt keríteni magamnak, az kicsit nevetséges. Tehát, hogyha mondjuk van egy egyórás adás, akkor arra az ember valahogy lelkileg jobban rákészül. Bekészíti magának a kaját, piát, besötétít, elhelyezkedik rendesen a tévé előtt. Egy 30 perces műsorhoz gyakorlatilag az összekészülés tovább tart, mint maga az adás, úgyhogy én ezt is el tudom képzelni, hogy valami ilyesmi van a háttérben, meg hát van még hátra körülbelül 6-7 percünk, 7 percünk a kezdésig. Tényleg szóri, hogy úgy tudok, mintha most estem volna be az ajtón, de tényleg most estem be az ajtón. Úgyhogy remélem, hogy mindent jól állítottam be, és hogy a hang is rendben lesz meg minden. Tudjátok, ez megint ugyanaz lesz, hogy elkezdődik az adás, majd nyugodtan dobáljátok be a chat folyamra, hogy rendben van, jó a hang, meg a satöbbi, hogy lássam, hogy minden fasza. Csodát úgysem fogok tudni művelni, de legalább tudni fogok róla, hogy szenvedtek, és akkor együtt szenvedünk. Én szerintem átteszem magam kisebbe, mit szóltok hozzá, hogy ne roncsam annyira az összképet. Ide nézzetek, wow! De tényleg konkrétan egy pár perccel ezelőtt még itt voltam lent a kis családdal, és vittem fel a farzsebemben az új hagymát, a karomban a kölyköt, a hátamon a hátizsákot, és így meneteltem fölfelé, hogy megérkezzünk a zsák krumplival, meg a mindenfélével, úgyhogy onnan rohantam le. David Fisher, amit mondasz egyébként, ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy itt a generáció felénél olyan, mintha alig jött volna AAA cím, ami még jó is volt. Fura mi? Én akarok ebből valami kis utánatúrást csinálni, hogy ez csak így érzésre van így, vagy tényleg valahol kilóg a lóláb. Az biztos, hogy ilyen még nem volt, hogy a generáció felénél kezdik elengedni az előző generációt. Tehát ez teljesen, teljesen új. Won't you at least tell me what we're doing here? All I know is that it's serious. It's more than serious, Sona. It is dangerous. Mi az Isten, ez valami AC mirázs? Reflektor! Gyerekek! Ki hiányoltátok a reflektort? Hát itt van! Tessék! Itt a reflektor! Mit hozzak még el nektek? Mit szeretnétek? Mire vágytok? Ez jól tűnik, mi ez? Nem tudom, a játék címe volt a reflektor? Unknown Awakening. You've been here before, countless times, and so shall you be here again. In fact, you're here right now. Tett kívánság listára. Jól van. Learn how to wield otherworldly skills in the world of Unknown 9 with an in-depth developer update on Xbox Wire. Riff Raff Games. Everyone's got an ex-employer they wish they never worked for.
Not everyone's ex-employer set them up to take a fall. Just so happens they framed the wrong witch. They call me Lady Luck. And every card I draw is lucky. And when I find out what my old coven is up to, lesz végre egy jó lopakodós játékunk. Jó. Not tonight, boys. If the coven wants to play, they'll have to play dirty. Sleight of hand. És ez is jön Game Pass-be. Mikor? Nem volt dátum, mi? Mert kíváncsi is voltam. Említettem már, szeretem, amikor itt darálják a trailereket? What if you could change the decisions you regret in your life? And see the outcomes of those choices with your very own eyes. Me? The Altars tells the story of Yandolf, a simple miner who survived a crash landing on a hostile planet. He quickly realizes that what was supposed to be a lifetime job opportunity turns into a desperate fight for his life. Yandolf needs to handle a large mobile base that's designed to be operated by an entire team of qualified personnel. Even worse, the planet Yan landed on revolves around the deadly scorching star. Escaping the sunrise is crucial for survival. Despite his best efforts, Yan simply lacks the time and skills to deal with all these problems on his own. Hoppa! But the planet Yan is stranded on is home to a mysterious substance called Rapidium. With its use and the help of the quantum computer on board, Yan is able to create alternative versions of himself. The Altars. Each one of them is a result of altering a crucial decision from Yan's past. The Altars are a reflection of the questions he asks himself. What if I never left my hometown? What if I didn't drop out of college? What if I fought harder to save my marriage? Our Altars have the necessary knowledge and skills that we desperately need to succeed. But they also come with their own goals, ambitions and fears, all derived from their different life paths. And that can generate problems. Stop pretending you have any idea how I feel. Incompetent. Incoherent decision-making. A groundbreaking mission on the verge of failure. Damn. I just hope I don't give everything up again. You want a relationship that lasts. Put some effort in it. Each Yan is a different person. It will be extremely difficult to keep everyone happy. You gotta learn how to say no sometimes. But we must do whatever we can, because as the mission goes on, the challenges will only pile up. Tud gurulni a bázisunk? Vajon ezt kell alkalmaznunk házvezetőnél? Obstacles on the outside. Internal tensions that could prove to be even more dangerous. And with a ticking clock of the deathly sun behind our backs, the only way home is to press forward. All by myself, ez marha jó. Ez nem tűnik rossznak, egy próbát megérne. Rihanna Precsett. Most kazalján
dizájnú játékot láttunk már. Nekem például a Chia ugrik bele erről, de ez nem az. Creatures of Ava. Mindjárt kezdődik, 40 másodperc múlva lesz egy reklámunk, úgyhogy... Learn how Creatures of Ava places you in the role of a Xbox. Dobja be a szubot. Utána hagyhatjátok lejárni, tök mindegy, csak akkor nem szakad meg a dolog. Ha, micsoda lehetős. Alpha fázisú játék még változhat. Jaj, de ezeket nagyon szeretem. Mi ez már megint te? Biztos, hogy rémálom szeretlek. De játszom. De pont ezzel? Mi ez? Egy kulcsjukkal leszünk? Mi az anyád úristen ez? Jézusom, gyerekeket ilyen... Jézusom... Szabadidős autisták raktak ki, hát össze ilyen mindenféle free engine-ekből. Atya úristen, ezek ilyeneket miért mutatnak be? Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. You! Nem a játék motorjával készült, mert ez túl jól nézett ki ahhoz, hogy... Jaj, Roblox! Mindent értek! Jó! Ugye ez nem a vége. Frogware presents. Polar Express. Mi vagy, drágám? Cici.
Sinking City 2. Lesz Sinking City 2. Want to dive deeper into this mystery? Discover more about this long-awaited sequel in our Xbox Wire interview. My warrior of light. Walk free and bear the light for others to follow. Darkness and light, despair and hope. As goeth one, so goeth the other. Become light. Látom magam előtt, hogy Balázs könnyes szemekkel nézi ezeket a képsorokat. Final Fantasy 14 online, nagyon jó. Jön Xboxon. Van benne sárkány, van benne szerintem sárkány, úgyhogy Balázs ennek örülni fog. Jaj, Stalker! Na ez most konkrétan úgy néz ki, mint az első Stalker. Ez mi? Ez az első lesz szent. Refined for console, aha. Jó, jó, oké, oké, ez az első rész lesz. Oh, de ez már Chernobyl. Nem Chernobyl. Mert erre is várnunk kell még 4 évet, vagy hogy lesz ez? Egyébként akinek kimaradt a Stalker, mindenképpen pótolja, mert ennek a játéknak mind a mai napig elképesztően jó hangulata van. Jaj, kiadják az összes hozzáadott kontentet is? Legends of the Zone Trilogy. És Shadow Droppolták! Ha! Ha! Hoppá! Learn how to help our GSC Game World brought the cult classic Stalker Trilogy to Xbox in an exclusive Xbox Wire interview. Na ezt szeretem. Ezt nagyon szeretem. Oh. Valaki adaptált a Motocross Madness? Motorstormot. Tökéletes a Motorstorm, csak egy picit vénem. A Motorstorm trailereket, tök ugyanez. Na, az Xbox-nak sikerült beérni a PS3 launch címeket. Nagyon fasza, majd valamikor idén jön. Aj, bazd meg, megint valami izé. Hát
時の狭間のせいで。まさか同じ一日がずっと繰り返されてるんですか。タルタロスのように何か厄介な力で発生したということかもしれないな。たく訓練してくれよ。何今の。彼は見事命の答えにまでたどり着いた。あなたの得たワイルドの力はそれへと至る前触れなのです。私はかつて生きると決めた。ワイルドへの目覚めがもしも命に近づいていることなら、その果てにある答えというのは。Nem tudtam olyan helyre tenni a fészkemet, hogy de összenyomták picire, tessék! Kibazik szemrákot fogok az ünket. Uncover what else the Dark Hour has in store for Game Pass members this year on Xbox Wire. Még van 10 percünk. Eddig egyébként nem rossz a felhozatal, tehát a kifejezetten erős és a felejthetően halovány között szerintem pont fél úton van, ami messze több, mint hittem volna, hogy kapni fogok ettől a műsortól. Úgyhogy... probléma, de ez csak nálam olyan, mint hogy halkadok. Nem. Rendes adás. Ja, ez a kazán. Hát, nekem ez valahogy kurvára nem ilyennek rém lett az első trélerekből. Talunga, god of death, hear my plea. And why, Zhao, have you called me to the realm of the living? It is told that there are three great spirits who have denied you. I seek my Baba's return in exchange for these spirits. Tales of Kinzera Zhao takes you on a journey through a land enriched with myth and legend, but torn apart by illness and tragedy. Grief is ever present here. From the arid deadlands, the harsh and unforgiving terrain, to the dense and dangerous forest floor of the woodlands, a place laden with mystery and fear. In your arsenal, you carry your late Baba's masks. The Mask of the Moon, utilized best for crowd control, and the Mask of the Sun, chaotic ballet that compels you to engage spirits in melee combat. The Mask of the Moon,
the Mask of the Sun. You must embrace the Dance of the Shaman. Each ability gained by the player can be used both traversally as well as in the fray of combat. Egyébként teljesen a Dorira emlékeztet, főleg ezzel a vektoros ugrálással. And with each small victory along your journey, you will grow and better yourself, obtaining powers and tools that allow you to turn the tides of battle in your favor. The way you took that Rojo out was amazing! You should not sneak up on people, young shaman. We are shamans, healers in a land long past healing. The complexities of grief inspired the foundations of the world of Kinzera. You will be faced with intricate puzzles, arduous obstacles, and deceptive traps that demand both patience and skill to overcome. And though the path is fraught with adversity, an even fiercer battle rages within you. Mercy is a rare flower that blooms in the lands of Kinzera. But you can do this. I know you can. Tears of Kinzera. Ez Xbox exkluzív lesz. Remek. Aztán. Így kell kinéznie egy reveal trailernek. Ott van, így fog kinézni a játék, itt a dátum, tessék, lehet használni. Tényleg földön túli elvárásaim vannak? Hát te meg ki az anyád, úristen? Egyszerűen csak miért? Remélem ez a pragmata lesz. Szomorúan közlöm egyébként, hogy lassan végzünk a rendelkezésünkre álló idővel. Talán még egy játékra van idő. Aztán ennyi lesz a show. Ha tartják a fél órát.
mert egyébként látszik, hogy kurva sok munka van ebben a játékban, de valahogy mégis mobil játéknak tűnik összhatásra. Nem tudom. Valószínűleg velem van a probléma. Most ez nem a night time volt? Mi ez a... Learn how Kintsugami Path of the Goddess mixes action and real-time strategy in an exclusive Xbox Wire piece. Oké. Na, srácok, akkor ezzel is megvolnánk. Mi? Oda tettük. Jó, nem volt ez egyébként egy rossz műsor. És Shadow droppolták a Stalkert. Mindenki, aki nem játszott a Stalkeren, mert lusta lett volna megvenni, vagy sokalta volna érte a pénzt, viszont cserébe van Xbox-a és pláne van Game Pass-e, semmiképpen ne hagyja ki, azonnal kezdjétek el, mert egy fantasztikus élménnyel lesztek gazdagabbak, és muszáj lesz ez a kapaszkodó ahhoz, hogy értsétek, hogy jobb lett a Stalker 2, vagy nem lett jobb a Stalker 2. És nem mellesleg, nagyon jó lenne, ha látnátok olyat, hogy hogyan működött az AI egy időben, mert a Stalkerben olyan AI van, amilyet a mostani játékokban nem láttok. Egészen biztosan. Én viszont ezzel a rendülettel meg is köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor... Nem tudom, hogy holnap vagy holnap után mi lesz, viszont én megyek vissza Final Fantasy 7 Rebirth-öt tesztelni, meg Rise of the Ronin-t vele szinkronba. További jó éjszakát kívánok nektek, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Cup-cup, sziasztok!